Bemutatásra került a hibás Ron, a film, amely egy mostanában divatos témát dolgoz fel. Gyerekek és a kütyük, vagy a közösségi média. Gondoljatok csak a tavasszal debütált a Michelék a gépek ellen című filmre, amelyről szintén van kritika a csatornán. Megvan? Vonjátok ki belőle a jó humort, és nagyjából meg is van ez a film. Na jó, azért ennyire nem egyszerű a szitu. Nézzük, hogy milyen. Mielőtt azonban kihívnánk a szerelőt, lenne még egy apró kérésem. Amennyiben tetszett a tartalom, kérlek iratkozz fel a csatornámra, és hozd meg ezt a videót, hogy mások is láthassák. A történet szerint megvan a legújabb tech innováció, a búbot, amelyet nem más vezérel, mint maga a barátság algoritmusa. Ezek a kis robotok ott vannak a kölkökkel a nap minden percében, lehet velük játszani, vásárolni, szörfölni a közösségi médián, tehát lájkolni, like kommentelni, megosztani, és még élőzni is. Természetesen mindenkinek van a suliban, illetve akinek nincs, azt kigúnyolják nyilvánvalóan. Bár egy ilyen fiú, nincs búbotja, nincsenek barátai, de nagyon vágyna rá, egy nap pedig végre szertesz egy kicsit zakkant, hibás példányra, amivel még ugyan nincs kint teljesen a vízből, de legalább az önmagát tanuló mesterséges intelligenciával egyre közelebb és közelebb kerülnek egymáshoz. Tanulságos, de nem szórakoztató. Így szummáztam magamban a filmet, mikor a mókásan tálalt stáblista legördült. Rengeteg mindennel foglalkozik ez a mozi, de roppant felületesen, tudván, hogy azért mégis zömében a fiatalabb korosztály képviselői vetik majd rá vigyázó szemüket. Ettől függetlenül értékes, és főként felnőttként fogunk rajta elszörnyűködni, mennyire rossz irányba is tart a világ. A búbotokat ugyanis nyugodtan kicserélhetjük az okostelefonjainkra, és már látjuk is, nem állunk messze a rideg valóságtól. Manapság ezért cikizik egymást a gyerekek, manapság ezért vagy senki, ha neked nincs, és manapság ebbe temetkezik bele mindenki a való világ helyett. Dermesztő látni ezt egy filmen keresztül, engem el is szomorított, kicsit lehozott az életről, ahogy a szelfik és élőadások körforgásában a gyerekkorukat teljesen elveszítő, eldobó TikTok generációt láttam reprezentálva. Rom pedig rávilágít arra, mennyire nevetséges is az, amit csinálunk. Lájkok, kommentek, képek a reggelinkről, videó a reggeli rutinról, ezeket fantasztikusan parodizálja ki. Nem akarok mindenkit elcsüggeszteni, ezért nem is szónoklok tovább, de nézzétek meg ezt a filmet, és próbáljátok meg kicsit csökkenteni a képernyőidőtöket. Higgyétek el, megé! Ha A szomorú vagy, akkor meg ott a bú -bot. Szerencsére a végén a happy end nem marad el, de számomra akkor is keserédes volt. Az üzenet egyértelmű. Mennyire magányos is a közösségi média, hiába akarja az ellenkezőjét mutatni. Ez bizony fontos minden csemetének megtanulni, ezen felül pedig a tipikus bulingoló gyerek is bemutatásra kerül, természetesen van valami oka annak, hogy másokat szivat. Igen, közhelyes, igen, felszínes, de nem tudok igazán haragudni emiatt. Ha máshogy nem megy, az emberek szájába kell rágni. Alkalmasint pedig az embereket fejbe kell verni egy vaslapáttal, aztán érzik majd a kobakjukon a búbot. Érted? Még egy érdekes vonulat, hogy akár csak a Free itt is kapunk egy szeretet a gonosz cégek működési mechanizmusáról. A fejlesztőt, az ötletgazdát nem ezt célok vezérlik, de jön a gonosz pénzember, akit csak a számok, a részvények, vagyis a pénz mozgat. Ne kételkedjünk benne, hogy nagy része sajnos így is van, legyen szó bármilyen iparról. Vidámabb vizekre vezve, a cselekmény nem egy nagy duranás, tipikus felnövés történet, két barát egymásra találása, bla, bla A legnegatívabb dolog a humorral kapcsolatos, sajnos ez ez a film egyáltalán nem vicces. Mocskos mód sótlan, egyedül a szó viccek érnek aranyat, de gyanítom, az is nagyrészt a csodás szinkron érdeme. Semmi más nem akar működni, csak elvétve egyszer egyszer, de többnyire inkább kellemetlen. Oké, okay, nyilván a cukiságnak odarakott kecskén el lehet heherészni. A másik dolog pedig a látvány, ami ugyan szebb, mint mondjuk az Adams Family 2 esetében, de még mindig nem blockbuster színvonal, mint a Luka. Valahol a kettő között van, nem ronda, de a szép az nem ilyen, pláne nem akkor, mikor a naptár 2021 mutat. Plusz a látványos megoldások, az ötletek is a vizualitásból, de tekintve, hogy ez a Locksmith Animation első munkája, nem is tragikus. Reméljük fejlődnek még, kell kihívó erre a piacra az Illumination és a Pixar mellé. Nos, ennyi. A hibásról nagyon sok mindenről szól felületesen. A közösségi média, a kütyűfüggőség káros hatásai, a mesterséges intelligencia, a magányosság és a céges kultúra is terítékre kerül. Persze ez a gyerekeknek nem sokat fog mondani, akik egy közepesnél valamivel jobb látványvilágú, átlagos cselekménnyel felvértezett filmet kapnak majd, természetesen happy end -el. A humor nagyon nem akar működni, csak a szóviccek hengerelnek, a szinkronban legalábbis. Érdemes megnézni, de ne várjatok tőle egy feel good, minden szupi szuper életérzést. Nem sokára újra tali, addig is mindenkinek jó filmezést, mozizást kívánok. Levi out. Sziasztok!